나띠 나띠 고구치 내 진짜 még nem néztél gyakor, akár még ide se ért a fotózásra, életem. Nati? Azért zavart, hogy Krisztián nem ért oda időre, mert ugye a Norbinál is úgy van, hogy hát időre oda kell érni, jön majd hozzá a következő modell, vagy hát tényleg következő család, akit fotózni fog. Úgyhogy itt nincs az, hogy elcsúszol, és akkor órákat várunk, úgyhogy engem, meg nem, valószínűleg a Krisztiánnak nem volt ez olyan fontos, mint nekem. Minden rendben lesz, Júlia, majd ide fogom. Hát... valahogy nem úgy érzem. Fel se veszünk. Vegyük ki a mantodat? Igen, igen, az jó lenne. Te kis nyelvon. Halló. Még egyszer bújod anyához, életem. Mutasd meg, hogy szereted anyát. Úgy szereted? Biztos volt, jó? Jó reggelt. Itt van apa. Sziasztok. Szia. Na, mi a helyzet? Mi van neki? Ha? Mi van? Hol voltál ilyen sokáig? Jó reggel. Szia. Ciao, ciao. Hogy hol voltam? Szia. Miért nem értél ide? Már nélküled elkezdtünk fotózkodni. Vigyázz a hajam. Nem baj. Én most még kellek rá a hát, képre? Igen, hát úgy vagyunk egy család, nem? Igen, ott van a nyál. Jaj, de szia. Jó, hát én nekem a fényképarcom az mindig ugyanaz, úgyhogy nem kell smink, nem kell haj, úgyhogy mehet, tolhatjuk tőlem. Nem kívánja egyetlen porcikám se ezeket a családi fotózásokat és egyéb jellegű fotózásokat, ami nekem is ott kell lennem és szerepelnem kell. Viszont nagyon érdekes, hogy magát a végterméket viszont szívesen nézegetem később, úgyhogy ez egy ilyen visszás dolog, mert nincs kedvem elmenni, viszont amikor elkészül, akkor pedig teljesen boldog vagyok én is tőle. És elhoztad a ruhákat, amiket mondtam? Nem. Nem hoztál el semmi ruhát? Én mesztelen képre gondoltam. Mondtam is a Norbira, akkor mondom, tök ugyanolyan ruháink vannak, és hogy úgy akarok fotózkodni. Én meg mesztelenül. Nem mesztelenkedek. Miért? Tök tovább tested. Nem akarok mesztelenkedni. Ugye Norbi tudunk csinálni egy jó mesztelen képet? Abszolút, meg az mindig nála van, a Krisztián test az mindig nála van. Na. Azt legalább nem felejtél elhozni. Ha? De hogy? Hát ledobod a textilt, meg én, és az kész, meg a kislányunkról is. Azt majd a Norbi instruál. De akkor valahogy úgy kéne, hogy akkor én takarva legyek, így minden szempontból. Ja, hát állj a paraván mögé. Na, várjatok! Igen, és én fogom a balcicát. Karolját, én leszem, és most így, és fordulj be. Család itt akarja a másikat? Igen. Így van, tökéletes. Nagyon jó. Picit álljatok hátrébb majd. Gyere. Milyen jó cicid, nem is tudom, milyen jó cicid életem, most jövök rá. Ez az. Ha? Pami, egy picit lazíts az arcodon. Na jó, jó? Menj elé. Maradsz ott, várjál. Te maradhatsz, akarsz? Sőt, nem is maradhatsz, mert el kell mennünk az ékszerészhez. Milyen ékszerészhez? Akarsz gyűrűt? Az ujjadra? Hát te akarsz nagyon gyűrűt. Mit, te nem akarsz? Az esküvőre? Hát most mondjuk muszáj lesz, nem? Akkor meg? Akkor szedd össze magad, és menjünk el az ékszerészhez. Akarsz szép gyűrűt? Hát nagyon szeretnék szép gyűrűt, és mindig rajtad lesz? Hát gondolom, persze. Mindig hordani fogod? Ha. És akkor én is vegyek föl gyűrűt? Ha összeházasodunk, azt az arra... Persze! Neked az a vágyat, hogy azt hordhassál. Mi neked nem? Hát neked nagyon vágyod, mint nekem. Kislányom, ide megyünk be. Eljegyzési gyűrűt se hordom. Vagy én betalom, nyisd ki az ajtót. Pamela egyre többet mondja azt, hogy számára ez nem fontos, és... nem azt mondja, hogy nem akarja, csak egyrészt nem fontos neki. Mégis minden napunk, minden esténk az esküvő körül forog, ugye. Ha hazérek, ha nem, folyamatosan a téma az esküvő, és az esküvőnek a megszervezése, de azért ő próbálja egy picit úgy flagmában előadni. Nekem nem mondanak semmit ezek az ékszerek ebben a vitrinben. Nekem nagyon fontos, hogy fizikai érintkezésem legyen az ékszerekkel. Én akkor tudok az orrom után menni, hogyha megvannak a fizikai kontaktok az ékszerrel, és minél közelebb van hozzá, minél több, és esetleg a zsebemben is marad. És, hát ha hozzád elég sok gyűrű állt közel eddig, nem? Nagyon elég vicces vagy. Elég sok egy gyűrű volt a azért, mert gyűrűt húzunk fel egymás ujjára, semmit nem jelent. Az, hogy aláírjuk ott a papírokat a házasság napján, az már szerintem többet jelent. Tehát a Krisztián is ugye arról híres, hogy mindenkinek megkérte a kezét, semmi nem lett belőle, most az én kezemet is megkérte, talán összeházasodunk, vagy nem. Amit érdemes lenne, hogy elhozza azt a gyűrűt, ami mellé föl szeretnél venni, hogy harmonizáljon, az nagyon fontos. Igen, nem mondom az eljegyzési gyűrűmet. Miért nem?
Mert volt egy komolyabb balhénk, amikor is a párom visszavette, és eltette valahova, úgyhogy nem hordom. Te letetted, és ahogy letettél, eltettem. Én lényeg az, hogy nem hordom az egyet. És nem is fogja. Hordani? Az biztos, hogy nem. Akkor viszont arra is szükség lenne, még egyre, nem? Nem. Nem? Nem? Rossz, nem kell még egyszer eljegyzés. Nem, mert eljegyzése volt. Egy fél vagyont ott hagytam arra a gyűrűre, és úgy gondolom, hogy ha egy nő leteszi a gyűrűt, akkor nem jár neki. Az okot elmondott, hogy miért tettem le a gyűrűt? Vagy már nem merettem le? Már nem is emlékszem. Nem emlékszem. És emlékszem egy egyébként lányom. A helyedben. Én nekem akkor is ezt tettem. Inkább a? Uh-huh. Ezt lehet de ez miért ennyire matt? Miért nem fényes? Mert újabban preferálják a kevésbé fényeset, mert a fényeset szeretnék. Meg tudjuk oldani természetesen. Tehát ha itt megnézik a fehérnél, van igen, a háromféle, ugyanúgy meg tudjuk sárgában. Nagyon fontos, hogy fényes legyen. Igen. Nekem a klasszikus, és nekem még ennél mint vékonyabb is. Mint amilyen a mamáméknak van. A mamáméknak ez a teljes eletű. Akkor viszont ezt mégiscsak azt mondom, hogy ez kellene, de sárgában, és akkor gyémánt nélkül. Ez a legklasszikusabb. Tényleg? Igen. És akkor ez sárgában? Ez sárgában. Aj, de ez olyan, nem tudom, ilyen rockeres, vagy nem. De sárgában jó, tudom, hogy sárgában. Hozok egy sárgát, amit fényes sárga, mert akkor most már tudjuk a preferenciákat, hogy sárga legyen. De nekem az az egy mint kis pitike tetszik benne, az a nagyon szerintem. Micsoda? Hát, hogy olyan picike kicsi. Sejtettem, hogy a kő tetszeni fog. Egyébként most kell sírni, kisnányom is megyünk ki, kezdje sírni. Nem kerül annyival többet, tehát látványilag sokkal mutatóbb. De ez olyan kifinomult, elegáns. Annyira szép volt és jó volt, amikor megismerkedtünk, és mondta, hogy tőlem még egy fakarika is elég lenne. Hát ez egy picit változott. Én azt látom még esetleg problémának, ugye, hogy a nász éjszaka az biztos, hogy eredményes lesz a részemről. És onnantól kezdve ugye neki a terhesség alatt bedagadt az ujja. Tehát, hogy ugye ne legyen az, hogy utána meg nem tudjam a felhúzni, Krisztián, nem tudjam most elvenni. Most próbálok elkezdeni szedni fogamzásgátlót, úgyhogy te ne akciózzál semmit. Hát jó, hát azt ellenem az kevés lesz. Na, örülsz? Hát amúgy szebben is viseltethettél volna. Folyamatosan azt mondod otthon, hogy te mennyire akarsz gyűrűt hordani az ujjadon, meg minden eljövünk gyűrűt nézni. És akkor rendesen így viselkedsz, mint akit nem is érdekel. De miért viselkedtem rosszul? Hát elfordultál a gyerekem, hogy nem, 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 nem. Meg izé. Pontosan hát tudom, hogy én milyen gyűrűt szeretnék. De hát nekem nincs kell, és akkor gondolom az is érdekel, hogy rajtam milyen lesz. És akkor de az a fontos, hogy neked tetszem, amit te kiválasztasz. Én beleegyezek, már mondtam. Hogy jól, azért örültem volna, hogy jól normális. Elmegyek az Istvánhoz, meg kicsivel többet kell dolgoznom, hogy ki is tudjuk fizetni, és ennyi. Az enyém az egy egyszerű, sárga, arany, gyűrű, semmi, nincs is magas költsége. Azt én még ki tudom fizetni. De az enyém sem olyan nagyon durva, nem? Hát de akarsz bele követ, meg kettőt, meg dupla. Mi akar követ? Hát mondtad. Ekkora picike kő van benne. Jó, hát ez egy nehéz feladat lesz, de hát majd megoldom ezt is. Igazából én sokkal jobban aggódom azon, hogy mikor lesz vendéglistánk, mikor lesz helyszínünk, mikor lesz ruhánk, honnan lesz. Magyarországon vesszük, vagy külföldön, nőtől vesszük, vagy férfitől, parasztlagzint lesz, vagy modern, itt lesz Budapesten, vagy vidéken, tehát én nekem sokkal-sokkal több kérdésem van, mint az, hogy milyen lesz a gyűrünk. István, betörök, jó? Igazából akkor kezdtem. Jó reggelt! Szép jó reggelt! Mit csináltok? Szavasz. Na, csó. Csáhagyalunk még egyszer. Kicsikét. Csáho. Dolgozol magad, vagy mit csinálsz? Miért hívtatok most be? Dolgoznék egyébként az irodámban. Figyelj csak, arról beszélgettünk az Istvánnal. Jön itt neked ez az esküvő. Várjál, ékszerésztől jövök? Van egy kis problémám. Elnézést. Most jövök ékszerésztől, néztem gyűrűt. Ugye most bejárok naponta 2 órát dolgozni, hogy egy 10 percet, ha ráhúzok naponta, akkor nem tudjuk megoldani a jegygyűrű vásárlásomat? Hát ugye, szerintem inkább legyen az 1 óra, inkább a 10 perc. Akkor egy 20 perc? Hát legyen fél óra. Jó, legyen fél akkor hozzáküldöm az ékszerész számláját, jó? Szia! Hello! Köszönjél, Natko! Figyelj ide, Natikával leparkolok itt, nincsen neked persze, útban? Jó, persze, nem maradhat. Szia! Szevasz! Mondjad, hello! Várjál, lehet, hogy már most kiveszek neki játékot, és akkor nem kell közben. Itt a nyúnyó. Tudod, anya most szépítkezik, hogy szép legyen a körme. Pont most ültünk le beszélni, tehát nem igazán tudom én sem, hogy mi lesz a téma most. István, beavattam. Igen. Ugye lesz ez a Szent Tropis legény búcsúd. Igen. Tehát az még annyira odébb van, hogy ne viccelj.
Igen. Viszont, és mit csináljunk addig? Viszont ülj majd ide. Üljek le. Ha. Viszont kéne csinálni egy ilyen, hát egy ilyen előbulit, azt tudod, ezt beszéltük a Dunaparton. Ujjjjjjjjjjjjjjjj. És hol lenne? Arra gondoltunk, hogy szervezünk neked egy ilyen medencész összenetet. Ja, úgyis jó idő van. Csak lányok. Csinosabbnál csinosabb lányok, szigorúan 18 és 18 és fél év között. Jó. De várjál, ezt szerintem magatoknak szervezitek, de nem nekem, magatok. Neked. Igen? Neked? Igen. Mindenki nő, tehát a pincértől elkezdve, a DJ-n át, a táncos... Lesz DJ? Hát de annyi DJ ismerősünk van. Itt ahogy hallom gyakorlatilag, még a DJ-nek is sajnak kell lennie. Az is saj lesz. Tehát azért figyelj. Legény búcsúzom. És a Junior nem fog megsértődni? Nem fog, de szóval szeretjük a Juniort, imádjuk. Csak de... nem ért hozzá. És hogy vagytok? Hát jól, köszönjük szépen. Hogy alakul az esküvő? Sehogy. Sehogy? Sehogy. Na, miért? Ez mi? Ezt nem is láttam. Abszolút nem vagyok lázban az esküvő dologtól. Valahogy még nem érzem azt, hogy ez tényleg meg fog valósulni augusztus 3-án, és tehát, hogy annyira nem vagyunk kész semmivel, meg nem is gondolkoztunk, nem is beszéltünk nagyon semmiről, hogy kilátástalannak látom egyelőre. Itt azt is, hogy meg kéne beszélni, van itt egy olyan felmerülő probléma, hogy mit mondunk otthon? Mert azért... Már akinek kell otthon bármit is mondani. Ez szakmai konferencia lesz. Értem. Egy ilyen 4 napos. Mennyi? 4 nap. 4 napig fogjuk hát, adni? De ottalvos. Abszolút mértékben ottalvos. Már hogy nem, neked nem. Miért? Mert te hivatalosan hazamész. De nem az én próba legény búcsom. De azt azért akarom neked mondani, tudod, hogy... Nem lehet, hogy magunknak szervezni egy... De most ez rólatok szól meg. Ami a legény búcsom történik, az a legény búcsom is marad. Ez egyértelmű. Rá kell húzni valamire, érted? És tudod, azt tudjuk, hogy az esküvő előtt meg nem számít. Tehát ott semmi nem számít. Ti érezzétek jól magatokat végül, és persze. Rájöttem, hogy a barátaim kihasználnak és felhasználnak. Tehát ez pontosan nem az én próba legény búcsom, hanem ez számukra egy igazolt távozás otthonról, és saját magukat szeretnék meglepni, és saját magukat szeretnék ugye szórakoztatni. Hát kíváncsi vagyok erre a bulira, hogy mennyire próbálnak majd az én kedvembe járni, és nem a saját munkéban. És milyen ruhát szeretnél majd? Nem annyira, hát habosat, ami átakarja a test. Miért akarod eltakarni? Tök jól nézel ki. Még nem. Még fogynom kell sokat, úgyhogy majd... Majd nem tudom, valami habosat szeretném mindenképpen. Uh-huh. Rendben van, legalább 10 csaj legyen. Kíváncsiak a jelentkezőkre, legalább. Kik lesznek, mennyire hozod majd a szintet, vagy hasonlóan jó lesz, mint Milánó, hogy ki kellett mennem WC-re a másik szobába. Tehát el tudjak menni WC-re és tusolni, ki kellett mennem a szobából. Nagyon tuti lesz. Hát, és milyen lesz a mennyasszonyi körmöd, tényleg? Jaj, nem tudom, mert egyébként én nem szeretem a francia műkörmöt, uh-huh. Szerintem már nagyon divatja múlt, de én azt mondom, hogy viszont egy esküvőhöz, tehát hogy a mennyasszonynak viszont nagyon szép, szerintem ahhoz meg nem divatja múlt. A lányok ingyen jönnek, ők a szépségünk miatt. Ez is drága lesz, akkor ingyen jönnek, nem? Kaja, pia, amit akarsz, és akarod rendre, neked egy striptease táncos is. Vagy egy csipendél fiút, ezt eldönthetem. Hát egy fiú. Mi a többi 9 mit fog csinálni? Melyik? Aztán mind a 10 le fog lehet. Rögjön meg egy fiú. Ne. Ez úgy van, hogy nektek rendeltem egy-egy nőt, nekem, a többi hozzám. Én nekem ne rendelhet. Nekem van egy normális párom, feleségem, két szép gyerekem, ne hülyéskedj. Na majd megnézlek. Megnézlek. Kettő vodka után megnézlek majd. Kettő után ne nézd meg, 10 után nézd. Na jó van, Krisztián, mennyi dolgozni létszer csak feltartottam. Mert indultam kétszer és feltartottam. Na jó van. Jó? Ezt látom, most... a számológép előtted van, az jót jelent. Jaj. Na sziasztok. Ciao. Szia, Krisz.